és majd is van mellettem Pattantyús Ádám, a Szabaduló Szobák éjszakájának a szervezője. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Sziasztok. Szépen lassan amondó vagyok, amely a Szabaduló Szoba. Kezdjünk el sétálni a lakatok felé, mert ugye itt a Deák téren az is található, a szerelmesek lakatja, és hát nem, elsősorban nem azért, de hát egy lakatból nehéz kiszabadulni. Szabaduló Szobák, nagyon sokan találkozunk szerintem a mindennapokban ezzel a kifejezéssel, de mégis szerintem kevesen tudjuk, hogy mit jelent, bár ugye, ha valaki kicsit jobban belegondol, úgy adja magát a dolog. Igazából pont ennek a szónak a népszerűsítése érdekében hoztuk létre ezt az eseményt, amely augusztus 1-én lesz a Szabaduló Szobák éjszakája, és több mint 50 szabaduló szoba csatlakozott hozzá, és 50%-os kedvezménnyel lehet kipróbálni ezt a játékot, mert egy játékról van szó, a játék világába próbáljuk invitálni a kedves érdeklődőket. Arról van szó, hogy ebben a szabaduló szobában, a szobarendszerekben 2-6 fős csapatok érkeznek, és egy szituációban találják magukat, és 60 percük van arra, hogy különböző logikai és ügyességi feladatok megoldása révén lépésről lépésre kódokat, varázslatos dolgokat találjanak, ezáltal kinyílnak lakatok, nem ilyen sok, de minden szobában azért, minden szabaduló szobának egy fontos kelléke, és nem egy, nem kettő lakattal találkozik az ember, főleg ilyen számkombinációs lakatok vagy kulcsos lakatok, és ezek a csapatok megérkeznek, keresnek, kutatnak, találnak kulcsokat, megfejtenek logikai fejtörőket, és kapnak ebből egy kódot, ami nyit egy lakatot, titkos ajtó. Kicsit ezek a csapatok így belehelyezhetik magukat Indiana Jones vagy akár Columbo bőrébe, és egy óra teljes kikapcsolódás, mindent elfelejt a játékos, tehát az, hogy éhes vagy esetleg munkaköri problémája van, annyira beivódik ez a beleivódsz ebbe a játékba. Gyakran mondják, hogy ez a flow érzés kapja el a játékosokat, meg a csapatot, mert abban az egy órában semmi más nem fontos, csak hogy a kódot megtaláld, hogy kinyisd a lakatot, és megtaláld a kiutat, bár nagyon sok tematika létezik most már. A kezdetben ugye ilyen horroros jellegű szabaduló szobák voltak. Igen. Ugye nagyjából 2,5 évvel ezelőtt indult útjára ez a egyébként most már hungarikumként is lassan kezdik emlegetni, mert egy magyar vállalkozónak volt ez a fajta szabadulós játék az ötlete, hogy ilyen 2-6 fős csapatokat bezárjunk. Konkrétan nem van olyan szoba, ahol be is zárják őket, de most már az új generáció szobák a pánikbetegekkel és a klausztrofóbiás gondokkal küzdőket is gondolnak, és nincsenek effektív bezárva ebbe a szobába, bármikor ki lehet jönni, tehát nem kell ettől félni, sőt már vannak családbarát, 9 éves gyerekek tudnak játszani ilyen családbarát szobák, ahol nincsenek ijesztegetések, nincsen horror. De lényegében... De azért hogy annak is megvan a feelinget, tehát én már voltam ilyenben, nem egyszerű. Így van. Mindegyiknek megvan a feelingje. A horror szobában ugye inkább a külső környezet kialakításra gondolom azt, hogy ilyen horror jellegű, de ugyanúgy logikai és ügyességi feladatok megoldása révén jutnak el a csapatok a végső célnak a küldetéséhez, ami valamikor a világot kell megmenteni, valamikor egy bankot kell kirabolni, valamikor egy cowboy szobából kell kijutni, vagy a boszorkánynak a fogságából, úgyhogy rengeteg tematikus szabaduló szoba van, van, ahol moziban van, forgatást kell csinálni, úgyhogy ez a szabaduló szobák éjszakája pont arra jó, hogy az ember fölmegy a szabadulószobák.hu oldalra, kiválasztja esetleg a hozzá legközelebbi, vagy éppen a tematikájában a legszimpatikusabb szabaduló szobát, és aznapra időpontot foglal a weboldalon keresztül, és 50% kedvezménnyel ki tudja próbálni ezt a szabadulós játékot. Zseniális hangzik. Mennyi érdeklődőre számítatok egyébként? Már most több mint 1000 látogatója van a honlapnak, tehát én nagyon bízom benne, hogy teltházzal fognak futni a szabadulószobák, úgyhogy érdemes minél hamarabb foglalni, még egyszer a szabadulószobák.hu oldalon találják meg az érdeklődők az összecsatlakozott szabadulószobát. 10 város, tehát ez egy országos program, 10 város és több mint 50 szabaduló szobája közül lehet válogatni, kinek melyik tematika tetszik, vagy éppen melyik van közel. Ha kifejezetten Magyarországot nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy nálunk ez egyre inkább egy közkedveltebb és vagy egy kedveltebb program. Igen. A szabaduló szoba fanoknak jelentem, hogy most már Magyarországon több mint 100 ilyen szabaduló szoba van, sőt, magyar vállalkozók már külföldre exportálják ezt a játékot, hiszen annyira népszerű és annyira közkedvelté vált. Úgyhogy még a mai napig érzem azt, hogy
hogy épp nyitnak az új szobák, mert van rá igény. Ugye az ember végigjátszik egy ilyen játékot, ugye az 60 perc, utána már egy másik szabaduló szobát fog megkeresni, egy másik kihívást fog magának keresni, pontosabban a csapatok, hiszen ugye ott a logikai és a ügyészségi feladatokat ugye megoldja, lehetőség szerint, és utána már neki nem lesz izgalmas, hiszen tudja a feladatokat, nem lesz neki kihívás, és mondtam, keres egy másikat, és pont ezért épülnek szépen sorra az új és új pályák. Mindenhol más feladattal találkozik az ember, és gyakran kérdezik tőlem, hogy melyik a legkönnyebb pálya, vagy melyik a legnehezebb pálya. Ezt igazából nem tudjuk megmondani, mert ugye számtalan típusú feladat van. És ugye valakinek a vizuális játék, van akinek az ügyességi játék, van akinek éppen egy horror szobában nincs neki, nem okos stresszt, hogy mondjuk olyan a környezet. Tehát mindenkinek más feladat lehet könnyű, és más feladat lehet nehéz. Ezáltal pont jó, hogy jön egy csapat, és mindenki megtalálja a kis játékát a szobán belül. Egyébként nagyon jó csapatépítő, rengeteg cégnek javaslom, hogy csapatokat nevezzenek be, és egy ilyen meeting során, egy ilyen szabadulós játékon vegyenek részt, hiszen nagyon-nagyon erősíti a csapat kohéziót. Ugye nagyon fontos eleme ezeknek a játékoknak, hogy kommunikáljanak egymással, ez nagyon fontos, hiszen valaki talál valamit, tájékoztatnia kell a többieket, hiszen lehet, hogy egy másik társ fogja megtalálni valóban, hova is kell az a kellék. És hihetetlenül beindítja a gondolkodást, a kreativitást ez a játék, hiszen hétköznapi tárgyak válnak varázslatos dolgokká, és nem is gondolnánk, hogy mire tudjuk azt felhasználni. Van egy berögzött ugye egy hétköznapi gondolkodásunk, de itt kiszakadunk, ki kell szakadni ebből, és pont ezért elkezdünk agyalni, hogy ez a fadarab, ez mire lehet még jó? Nézzünk körbe, ötleteljünk, kinek van ötlete? És kommunikáció gyönyörűen építi a csapatkohéziót, és ugye sikerélményről még nem beszéltünk, kinyitsz egy lakatot, megoldasz egy feladatot, és sikerélményed van. Tehát azért nem gyakran mondhatjuk el, hogy egy óra alatt egy csapatnak ugye 8-10 feladat állja az útját, és ezt ha mind megoldják, óriási sikerélmény. Amikor a csapatok kijutnak, sikoltoznak, újonganak a örömükben, és mert ugye itt van egy kihívás, ezért nem a legegyszerűbb feladatokat tesszük egy ilyen szobába, hiszen ott nem lenne kihívás. Bemész oda, ott egy kód, ott egy számzár, és akkor beírom, megoldom. Hanem itt tényleg meg kell oldani a feladatokat, agyalni kell, ötletelni kell, és akkor számít az ember sikerélményre. Varázslatos program, mindenkinek ajánlom. Zárszuk ki, meséld el azt nekem még egyszer, hogy pontosan milyen stílusú szobákkal találkozhatnak majd az emberek, és akkor pontosan mikor is lesz. Még egyszer, a szabadulószobák éjszakája 10 városban országszerte, több mint 50 szabadulószobával a www.szabadulószobák.hu oldalon találhatják meg az érdeklődők. Én azt gondolom, hogy aki először fog elmenni egy ilyen szabadulós játékra, nem gondolom, hogy a tematikára kéne koncentrálnia. Menjen a legközelebbi szabadulós játékra, próbálja ki. Rengeteg tematika van. Én azt gondolom, hogy alapvetően mindenképpen inkább a logikai játékok fogják meghatározni az élményt, és meghatározó. Azt, hogy most valahol mondjuk egy moziban kell forgatni, vagy mondjuk bankot kell rabolni, vagy mondjuk a világot kell megmenteni, vagy egy gyilkosságot kell felderíteni, hogy ki volt a gyilkos, vagy éppen csak 60 perc alatt találd meg a végső utat, az utolsó ajtót is nyisd ki. Igazából mindegyiknek egy a lényege, egy óra fantasztikus kikapcsolódás. Várunk szeretettel mindenkit augusztus 1-én a szabaduló szobák éjszakáján. Ámen, elképesztően jól hangzik. Ádám, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.